Azt mondják, elszállnak a gyermek évek, a mesék helyébe a gondok lépnek. Míg élek, el nem feledem, az oviban mi volt a jelen, ebédnél hol volt. Kedves ballagó nagycsoportosok, elérkezett a búcsú perce, amikor búcsút vesztek az óvodától. Minden óvodás életében eljön az az idő, amikor bezáródnak az óvoda kapui. Az ilyenkor szokásos módon búcsút vesztek az óvodától. Óvónéniktől, dajkanénitől, óvistársaitoktól, mindazoktól, akikkel együtt voltatok, együtt éltétek mindennapjaitokat. A játékokkal teli színes csoportszobát felváltja a tanterem, a gondoskodó óvónénik és dajkanéni helyett kedves tanítónénik egyengetik majd útjaitokat. A betűk és számok csodálatos világa, új barátok és új kalandok várnak rátok. 3-4 évvel ezelőtt bölcsödésként, kisgyermekként érkeztek az óvodába. Még tisztán emlékszünk az első napokra, amikor édesanyátok kezét fogva bátortalanul, de annál nagyobb kíváncsisággal léptetek be a csoportszobába. Nagy szeretettel fogadtunk benneteket, és nagy esemény volt, amikor leszoktatok a pelenkáról, vagy éppen a cumiról. Az óvodában töltött időt igyekeztünk számotokra maradandó élményekkel megfűszerezni, és ennek még a koronavírus járvány sem szabott gátat, igaz, a bezárások egy kicsit megnehezítették az életünket. Már bizonyítottátok szorgalmatokat az óvodás évek alatt. Sokat dolgoztatok, készültetek az ünnepekre, jeles napokra, eseményekre. Sok-sok munka van mögöttetek, hogy bármilyen rendezvényen helyt tudtok állni, megmutattátok, hogy talpra esett, okos, bátor óvodások. Annak, hogy iskolások lesztek. Mire is gondolok? A potyogó tejfogacskáitokra, egyre rövidülő ágyacskáitokra, arra, hogy sokan jeleik helyett már a neveteket írjátok a rajzaitokra. Ezek mind azt bizonyítják, hogy az óvizsákot felváltja az iskolatáska. Útravalónak a tarisznyátokat megtöltöttük sok-sok élménnyel,
kirándulásokkal, gyermeknapokkal, a szülőkkel töltött közös élményekkel. Vigyétek magatokkal a szép élményeket, vidámságot, amelyben itt éltetek. Vigyétek magatokkal a szorgalmat, amellyel az iskolában sok ötöst gyűjthettek. Vigyétek magatokkal a szófogadást, amellyel mindig örömet szereztek szüleiteknek. Vigyétek magatokkal a szeretetet, amellyel boldogabbá válik a világ körülöttetek. Egy idézettel búcsúzunk tőletek. Ha kilépsz az életbe, élj sok boldog évet, szeress te is úgy bennünket, mint ahogy mi is téged. Kedves szülők, tőletek is búcsúzunk. Köszönjük, hogy a mi óvodánkat választottátok gyermekeitek neveléséhez. Köszönjük, hogy támaszkodhattunk rátok, segítettetek, támogattátok a nevelőmunkánkat. Együttműködtetek velünk az évek során. Köszönjük, hogy bármikor, bármilyen helyzetben számíthattunk rátok. A Jóisten vigyázza utatokat, és adjon nektek gyermekeitek emberré neveléséhez nagyon sok erőt, türelmet, jó egészséget, szeretetet, hitet és bizalmat. Isten áldjon benneteket! Kezdődik az iskola. Búcsúzunk, jó kedv!